Sziasztok! A könyv, amit hoztam, és amit most a kezemben tartok, az Kós Károlynak a Mihez kezdjünk a természetben című könyve. Pontosabban ifjak Kós Károly, vagy később doktor Kós Károlyról beszélünk, aki az építész, író, grafikus, könyvkiadó, szerkesztő, tanár és politikus Kós Károlynak a fia volt. Annak a Kós Károlynak a fia, aki hosszú és gazdag élet után 94 éves korában hunyt el. Nyári vakációkon, ceruzával és vázlatkönyvvel a kezében biciklin járta be Erdély és szűkebb hazája Kalota szektájait. Szellemet, azt a látást, azt a gondolkozást, vagy hogy fejezzem ki maga, nem tudom, hogy jól mondom, vagy rosszul mondom, azt vitte be az ember, úgy át magán, át stilizálva, vagy hogy mondjam, abba a tervbe, amit mondjuk egy családi ház. Akkor az embernek őszintén szóval azok a kalotaszegi házak jutottak az eszébe, vagy nem is jutottak az eszébe. De az benne van az emberben, amit kézzel pláne lerajzolt és látott, az benne marad az emberben. Nem egyéne, nem egyenként, és nem, hanem úgy a summája valahogy annak, az eszenciája, a lelke, a szelleme. És azt az ember igyekezett aztán kifejezni, az építészet eszközeivel. Anyagba és szerkezetbe, meg mindenbe. Ez másképp én nem tudom megmagyarázni. Kós Károly a Kolozsvári Református Kollégium diákja volt, később pedig feleségül vette a tanulmányai után egy református lelkész lányát. Még később, aztán közel 30 éven át volt a Kolozsvári Református Egyház kerület főgondnoka. Ilyen előzmények után nem csoda, hogy a fia is jelentkezett a református teológiára. Egy év után azonban rájött, hogy ha szabad így fogalmazni, jobban érdekli az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember, és átjelentkezett a Kolozsvári Egyetem bölcsészettudományi karára, ahol 1940 és 1944 között szerzett történelem és földrajz tanári és néprajzi végzettséget, majd 1944-ben néprajzból doktorált is. Tudni kell még, hogy ugye a II. Világháború időszakáról beszélünk, ekkoriban sok pályatársát vesztett el Kós Károly, sokan elestek, eltávoztak, vagy szakmát váltottak, és így jóformán egyedül maradt, egyedül képviselte az erdélyi magyar néprajztudományt, Faragó József folklorista mellett, és ezzel a küldetés tudattal fogott hozzá a munkájának, amit egyébként már egyetemi év alatt beindult, beleállt ebbe a küldetésbe. Ekkoriban írta a Népi Földművelés Kalotaszegen című művét, ami életében soha nem jelent meg, majd csak halála után 3 évvel, 1999-ben, majd 2016-ban került kiadásra. Kós Károly munkamódszerére jellemző egyébként a terepmunka, vagyis a sok-sok gyűjtőút, Erdély és Románia szerte, illetve a művészi feldolgozás. Őt magát többször is fényképezték munka közben is, fotózták, de maga nem használt fényképezőgépet,
ő lerajzolta azt, amit arra érdemesnek talált. Muzeológusként és az Erdélyi Néprajzi Múzeum osztályvezetőjeként természetesen a muzeális anyagot is feldolgozta, hiszen elsősorban mindig a tárgyi néprajz érdekelte, és nem annyira a szellemi néprajz, de ezen belül mindennel foglalkozott, tehát a zsákmányoló gazdálkodásat, halászat, vadászat, gyűjtögetés, az állattartásnak a különböző ágazatai, a méhészkedés, a famunkák, bútorkészítés, kopjafa és gomfa faragás, de ugyanígy érdekelte a vas is, a vas megmunkálás, a bányászattól a kohászatig, vagy a mezőgazdasági eszközöktől egészen a fejsze, kapa, ekevas típusoktól az ajtózáraknak, illetve az ajtóknak a vasalatáig, a kilincsekig, vagy a szűcshímzés, a kandalló és kályhacsempe fajták, tehát nagyon sok mindennel foglalkozott. Mindemellett mégis volt ideje ennek az anyagnak a feldolgozására, és mindennek a megjelentetésére is. Több mint 300 cikket és közleményt írt, ha jól emlékszem, 7 önálló és 4 másokkal közösen jegyzett kötete jelent meg. Ezek sorában volt az első, ez a kis könyv, ami 1968-ban került kiadásra, és tulajdonképpen ez a könyv törte meg a jeget, miután 1950-re Romániában felszámolták a néprajzi képzést. Ebben a könyvben sikerült először mindazt az ismeretanyagot, amit szeretett volna átadni, olyan formába önteni, arra hivatkozva, illetve azt az üzenetet közvetítve, hogy ez egy minden ember számára hasznos egyetemes tudás, és először sikerült olyan formába önteni ezt, hogy ez a hatóságok számára elfogadható legyen, és ezután jelentek meg sorra a művei. Ezzel el is érkeztünk ahhoz a könyvhez, amelyben Kós Károly a legkülönbözőbb földrészeken, a legkülönbözőbb éghajlati viszonyok vagy domborzati adottságok közt élő embereknek a természethez való alkalmazkodás, a természetből való haszonszerzés közben használt, igénybe vett eszközeit mutatja be néprajzos szemmel. Igazából van itt minden a közlekedés és szállítás eszközeitől a tűzkészségekig, tehát a tűzgyújtás különböző eszközeig. Nagyon sok minden egyébként, tehát van átfedés a modern túlélési könyveknek az anyagai és Kós Károly 1968-as műve között, hiszen ezek a mai túlélési irodalom is sokszor a természeti népek körében ellesett tudást, a tőlük vagy a náluk újra felfedezett tudást ismertetik ezek a modern könyvek is, és ugyanez megtalálható Kós Károlynál is. Szinte minden ilyen könyv ismerteti például a tűzgyújtásnak, az előbb említett tűzgyújtásnak a különböző módozatait. A legtöbben az íjas tűzfúrót említik, az ilyen primitív, illetve túlélési körülmények között ma alkalmazható technikák közül, de sehol másutt nem láttam még az egyszerű dörzsöléssel való tűzgerjesztést, vagy a sokkal bonyolultabb földbeásott oszlopok között pörgetett orsóra tekert íj módszerét még sehol másutt nem láttam, és ez jellemző Kós Károlynak erre a könyvére. Tehát, hogy a módszereknek a sokaságát ismerteti, ennyiben tehát több ezeknél a modern túlélési könyveknél, annyiban viszont kevesebb, hogy nem adja ezeknek egy olyan részletes, alapos leírását, hogy példát is mondjak. A két fa összedörzsölése által való tűzgerjesztésnek három jellegzetes formáját ismerjük. A tűzfúró esetében egy vízszintesen lefektetett puhább fát fúrnak egy függőlegesen rányomott pálcával, amit tenyér között vagy rátekert szíj segítségével pörgetnek. A pálcára tekert szíjat eredetileg két kézzel jobbra-balra húzogatják, közben a pálcát felül egy fával nyomják lefelé. Ha a szíj két végét ívben meghajló fa végeire erősítik, akkor ezzel, mint a hegedű vonójával, egy kézzel is dolgozhatnak, s a másik kéz felszabadul a pálca megfelelő tartására.
A tűzhúró különféle megoldásait főként az ázsiai és az észak-európai mongol és mongoloid népek, és a föltehetően innen elkerült amerikai eszkimó és indián törzsek használják. Érdekes, hogy a keleti Kárpátok juhászai is ismerték, például a Kelemen havasokban, Mára Maros rutén falvaiban. Itt tehát Kós Károly röviden leírja a módszernek a lényegét, majd ismerteti a tűzfúrásnak három változatát, ami olyan, mintha egy bizonyos fejlődési ívet is felvázolna ezzel. Az egyszerűbb két tenyér közt pörgetett bottól a tűzfúró íjig. A kézzel való tűzfúrást egyébként magam is próbáltam, nem sikerült, a kezem viszont vízhólyagos lett tőle, tehát tényleg ez szerintem egy egyszerűbb módszer, amitől haladunk a hatékonyabb, a bonyolultabb dolgok felé. De nézzük meg, hogy egy modern túlélési könyv ezt a néhány sort hogyan adja át. Ez az SZSZ túlélési kézikönyv, John Lofty Wiseman őrmester könyve. A tűzgyújtó íj. Egyszerű tűzgyújtási módszer, viszont nagy gyakorlatot igényel. Ha a kemény fa orsót lágy fán forgatjuk, elsőként finom faforgás gyújtós, majd hő jön létre. A balzafa, a fenyő és a bambusz jellemző lágy fa, a tölgy, a kőris és a bükk pedig kiváló kemény fa. Mindkét fajtát ki kell szárítani. Vágjunk kis lyukat az alapdeszka egyik végére, majd vágjunk alá egy üreget, amelybe a gyújtóst tesszük. Formázzuk az orsót simára. Az íjat hajlékony ágból, például mogyorófából vagy bambuszból készítsük, a húranyaga pedig legyen nyersbőr, madzag vagy cipőfűző. Szükségünk lesz még egy üreges kő vagy fadarabra, illetőleg egy kis edényre, hogy megtámasszuk az orsót, és lefelé ható nyomást fejtsünk ki. Az íjhúrt tekerjük körbe egyszer az orsón. Tegyük az orsót a lyukba, tartsuk a támasztó darabot a tetején, majd enyhén üssünk rá, miközben a másik kezünkkel az íjat előre-hátra mozgatjuk. Az orsó ettől forogni kezd. Amikor az orsó elkezdi fúrni a fát, növeljük a sebességet. Amint elér az üregig, fejtsünk ki még nagyobb nyomást, és mozgassuk erősebben. A műveletet addig folytassuk, amíg csak lehet. Ha sikeresek vagyunk, akkor a cigarettaként izzó hegy ráhullik a gyújtósra, mely, miután óvatosan ráfújtunk, lángba borul. Az orsót tartsuk egyenesen és biztosan. Könnyebb, ha az egyik lábunkkal az alapdeszkára lépünk, és az orsót tartó kezünket ehhez a lábunkhoz szorítjuk, miközben a másik kezünkkel egyenletes ütemben mozgatjuk az íjat. Érdemes a tűzcsiholásos módszernél bemutatott V alakú bemetszést vágni az alapdeszkába. Ez volt a tűzgyújtó íj, és akkor nézzük a tűzcsiholást. A tűzgyújtó íj egyik változata, amely különösen az olyan területeken hasznos, ahol minden olyan száraz, hogy szinte gyújtósnak való. A kemény fa alapdeszkába vágjunk V alakú bemetszést. Ez tartja a gyújtóst, de nem zárja el a levegőt. A közelébe készítsünk egy kis lyukat. Orsónak használjunk üreges, lágyabb, puhább belű fát. Forgassuk az orsót tenyerünk között, nyomjuk minden egyes forgatáskor egyre mélyebbre az alapdeszka lyukában. Amikor a surlódás révén az orsó hegye vörösesen kezd izzani, fújjunk rá óvatosan, hogy meggyulladjon a körülötte lévő gyújtós. Ha az orsó lyukába teszünk egy csipetnyi homokot, növeljük a surlódást és felgyorsítjuk a gyújtós felhevülését. Érdemes a tűzgyújtó íjnál bemutatott mélyedést készíteni az orsó alatt. Mindezek alapján mondom én azt, hogy Kós Károly könyve számomra sokkal inkább egy illusztrált felsorolás, mint sem használati utasításoknak a gyűjteménye, mintha Kós Károly átörökíteni akart volna egy tudást, nem pedig mindent a szánkba rágni. Ezen a ponton érdekes lehet a tény, miszerint a kézirat eredetileg nem könyvnek készült, hanem belső családi használatra. Kós Károly a fiainak szánta, nekik írta ezt a könyvet, és csak egy véletlen találkozás miatt került aztán kiadásra. Tehát, ahogy mondtam, Kós Károly a három fiát akarta a természet szeretetére, és a természet megismerésére, és a természetben önmaguk kipróbálására tanítani és buzdítani. És ez,
És ez nagyon sok mindent elmond rólunk, illetve a mi gyermekeinkről és az akkori időknek a gyerekeiről, akiknek még nem volt szükségük az eféle atyai útmutatásokon túl az egyes fogásoknak az olyan leírására, mint ahogy nekünk ma szükségünk van rá, mintha az eltelt alig néhány évtizedben alapvető készségeinket veszítettük volna el, vagy mintha olyan messze kerültünk volna ezektől a készségektől, vagy itt olyan messze kerültünk volna a természettől, hogy már nagyon nehezen találunk vissza, és nagyon nehezen találjuk meg magunkban ezeket a készségeket. Összegezve, ez a könyv szerintem egy nagyszerű ötlettár, és erősen ajánlott olyan túléléssel, a bushcrafttal foglalkozó, ezek iránt a tevékenységek iránt érdeklődő embereknek, akik szeretik az önálló feladatmegoldást, nem ijednek meg a kísérletek útján való tanulástól, illetve ajánlom bárkinek, aki tudni szeretné, hogy milyen választ adtak egy-egy problémára, egy-egy megoldandó problémára eleink, amikor olyan helyzetbe kerültek, hiszen nem árt, ha tudjuk, hogy mihez kezdjünk a természetben, ha például szükség esetén, amikor nagyon kellene, véletlenül éppen nem akad nálunk se egy elektromos fűtőkesztyű, se egy benzines vagy szénrudas zsebmelegítő, vagy van ugyan, de nincs mivel meggyújtani. És azzal szeretném zárni ezeket a gondolatokat, hogy Kós Károly, mármint idősebb Kós Károly, a feltérképezéssel, a megértéssel, az összegzéssel ugyanazt a munkát végezte el az építészetben, mint amit Kodály vagy Bartók a zenében. De a stílusa mégsem kizárólag csak népi stílus, mert őt szokás tekinteni az általában a főként Makovec Imre nevéhez kötött organikus építészet előfutárának is tekinthető Kós Károly. Mindemellett kultúra szervező, nemzetépítő tevékenysége okán, és az első világháború és Trianon után az erdélyi magyarságnak az egyik legkiemelkedőbb alakja, és megtartó ereje is volt, és ifjabb Kós Károly, vagy dr. Kós Károly pedig ezt a munkát folytatta a maga módján a maga szakterületén. Ezért sem árt, hogyha ezen a kis könyvön keresztül megismerkedünk vele. Akinek sikerül beszereznie ezt a kötetet, annak jó olvasást, jó szórakozást kívánok, aki pedig ki is próbálná a természetben való tevékenységet, a fúrást, faragást, szövést, fonást, mindazt, amit bemutat a könyv, annak pedig sikerekben gazdag napokat, kellemes időtöltést és jó munkát kívánok. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!